Több mint 2 éve tart az orosz-ukrán háború. Bár Kárpátalja az ország legbiztonságosabb megyéje, a helyiek élete azonban így is jelentősen átalakult. Annak ellenére, hogy Oroszország célzottan a gazdaság, az energiaszektor kulcselemeit támadja, meglepően jól teljesít az ukrán gazdaság. Kárpátalján a háború ellenére 2024 első 3 hónapjában 30%-kal nőttek az adóbevételek. Ennek köszönhetően a megye jelentős mértékben tudja segíteni és támogatni a fronton lévő kárpátaljai katonai alakulatokat. A harci cselekmények miatt több száz belső ukrajnai vállalkozó települt át Kárpátaljára, és csaknem 77%-kal bővült a munkaerőpiaci kínálat is. A mozgósítás azonban jelentősen rányomta bélyegét a munkavállalók helyzetére. A foglalkoztatási központ szerint az álláskeresők 80%-a nő, 20%-a pedig 60 év feletti férfi. És bár Kárpátalja népszerű a belső menekültek körében, a megyébe érkezők csupán harmada talált itt munkát magának. Ungvár lakossága a háború előtt 120 ezer fő volt. Most, becslések szerint eléri, sőt talán meg is haladja a 200 ezret. A felduzzadt létszámokán számos új tömbház, lakónegyed épül megyeszerte. A megnövekedett kereslet miatt megyénkben az egyik legdrágább a lakásbérlés és az ingatlan. A háború kitörése óta mintegy 20%-kal drágultak az ingatlanok. Ungváron egy használt lakásbérlése nagyságától és állapotától függően havi 8-15 ezer hrimnya között mozog, míg egy új, egyszobás lakás vásárlása esetén legalább 60 ezer dolláros költséggel kell számolnunk.